baptista szeretetszolgálat egy kutatómentő és egészségügyi csoportot küldött Törökországba, Törökország segítségkérése alapján. Már azonnal látszott, hogy ez egy olyan mérvű, sajnos olyan sok életet igénylő és olyan széles kiterjedésű katasztrófa, amelyre bármennyire is felkészült Törökország egyedül nem tud megküzdeni ezzel. Ezzel a videó üzenettel jelentkezett be Törökországból Szilágyi Béla, a baptista szeretetszolgálat elnöke. A humanitárius szervezet leghíresebb mentőkutyája Mancs volt, aki épp egy 1999-es törökországi földrengés miatt vált világhírűvé. A baptista szeretetszolgálat miatta kapott ismét felkérést, hogy segítsék a mentést. Sajnos nehéz a kommunikáció velük, mert a kommunikációs hálózat is megsérült. Annak ellenére azért mi híreket hallunk, találnak túlélőket, és ennek nagyon örülünk. Sajnos már csak egy napig tudunk mentést végezni, utána már a humanitárius oldalra kell átállnunk. A humanitárius oldalon viszont lehetőség szerint inkább pénzadományokat szeretnénk kérni, mert a tárgyi adományok kiszállítása egyrészt költséges, másrészt az ottani körülmények mást írnak elő. Úgyhogy ez a legfontosabb. A pénzadományokat a baptista szeretetszolgálat honlapján található számlaszámra várják, törökországi földrengés megjegyzéssel.